A vesekövességben szenvedők közel 90%-a számára tudnak minimálisan invazív kezelést nyújtani. Konrád Judit, a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház menedzsere elmondta, a járványhelyzet következtében átalakított osztályokat most visszarendezik a normál működésbe, természetesen a megfelelő elkülönítési helyszínek biztosításával. Továbbá kihangsúlyozta az új vesekőzúzó berendezés előnyeit, fontosságát. Hosszú idő után most elkezdtük bemutatni azokat a fejlesztéseket, amiket még a tavasz folyamán bemutattunk volna. Ilyen például a mai kőtörő, a kőzúzó litotritor készülék, ami 4,1 millió lejbe került, egy hiánypótló felszerelés, és nagyon nagy segítségére szolgál az orvosoknak is, és a betegek pedig egy hatalmas műtéttől szabadulhatnak meg. A litotriptorral minimálisan invazív módon, tehát műtét nélkül tudjuk kezelni a betegeket. A veseköveket külső lökés hullámokkal törjük össze, a páciens pedig még aznap hazamehet. Számolt be a részletekről dr. Albert Claudiu, urológus főorvos. Egy nap alatt gyors és biztos beavatkozásnak lehetnek részesei a veseköves betegek. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, köszönetét fejezte ki az RMDS parlamenti csoportjaiban dolgozóknak. Az egészségügyi szolgáltatásaink minőségét, hatékonyságát javítja ez a beruházás, ez az 1 millió eurós beruházás, amelynek 90%-át az RMDS parlamenti képviselete tudta az országos költségvetési törvényből biztosítani, és 10%-ot, mintegy 100 000 eurót a megyei tanács költségvetéséből tettünk hozzá. Hargita megye tanácsának elnöke mindemellett a kórház regionális klinikává való fejlesztéséről is nyilatkozott. Ezt a fejlesztést azért végeztük el, mert hiszünk abban, hogy regionális klinikává tudjuk fejleszteni ezt a kórházat. Hiszük azt, hogy a Hargita megyei emberek nem kell elmenjenek itthonról, ha egészségügyi ellátásra van szükségük. Ez egy nagyon fontos dolog. Nagyon fontos a munkahelyeknek a teremtése, nagyon fontos az oktatás, de ugyanúgy nagyon fontos mindannyiunknak és főleg a szeretteinknek az élete. És ilyen tekintetben megint egy nagyot léptünk, hisz az ország legjobb, performánsabb ilyen típusú gépét sikerült beszerezni, és egy erős, jó felkészült orvoscsapattal, illetve egészségügyi személyzettel azt gondolom, hogy nagyon gyors ütemben haladunk ehhez a regionális klinikai szint eléréséhez. Amint dr. Albert Claudiu még rámutatott, a vesekövességgel küzdők száma évről évre nő, ezért is sok páciensre számítanak. A vesekőzúzó berendezéssel az első három beavatkozást már elvégezték jó eredményekkel.